Minden évben van vatkár elhárítás? Nem, csak szökőjében. Ő az én testvérem, Zoltán, aki egy vérbeli vadász és igazi bottörő. Zoltán! Ez pedig itt én vagyok. Az én hobbim a horgászat. Haszki, mekkora! Egyik területen sem vagyunk profik, de a testvérharc állandó közöttünk. Tamás, engedj már! Kakas, kakas, lője, zomba! Hülye! Sok izgalmas pillanatot éltünk már át együtt, és meg annyi bal szerencsét. Hobbiaink ellenére mindketten állatbarátok vagyunk, és a legfőbb célunk az, hogy a magunk szórakoztató módján megmutassuk a vadászat és a horgászat igazi szépségét a mi szemszögünkből. Ez itt a Vadkaland! 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 A filmet támogatta a Békés megye vadászatú hadjaért alapítvány, az adó 1%-ot felajánlók és a YouTube csatornatagok. Az afrikai utazásunkat támogatta és szervezte az africanhunt.hu és az Eden Hunting Safari. Köszönjük! Miután az Oryx és Csíkos Gnu vadászattal befejeztük az utolsó namíbiai vadászfilmünket, Sallai Tamás szervezésében az Atlanti óceán partján fekvő Swakopmund városba indultunk, hogy a világ egyik leghíresebb ragadozó halára horgásszunk. Vadkaland Namíbiában. Harmadik rész. Cápahorgászat. Thank you very much. Okay, very good. Miután elbúcsúztunk vendéglátóinktól, magunk mögött hagytuk az egyik legcsodálatosabb helyet, ahol valaha jártunk, s utunkat Swakopmund felé folytattuk. Zoltánkám, nem akarod felvenni az utazó pozíciódat? Hát abban vagyok, nem? Nem. Hát nézd már, hogy kamuzik egyfolytában, ő mindig ott alszik hátul, az most eljátszom, ülni szokott. Szenzációs. Bátyám ezúttal valóban nem sokat aludt. De számomra nem ez volt a legérdekesebb, hanem az, hogy miközben szebbnél szebb sziklás dombok közelében utaztunk, egyszerűen képtelen voltam megszokni, hogy egy földúton száguldunk. Azért durva, hogy itt ezen az úton 100 km per óra a megengedett sebesség. Itt ezen a földúton azért nagyon komoly utak vannak itt Afrikában. És még így is jobban haladunk, mint ott van a kártyús utakon. És ami még hihetetlen, hogy ezen a köves, homokos úton, ami egyébként egy főút, itt még navigáció is van, ugyanúgy mutatja a térkép, hogy merre kell menni. Fogjad, le ne essen! Első stopptábla, amit látok. Nézzük, hogy itt nincs stopptábla bűnözés, nem állnak a rendőrök sehol. Miközben a több száz kilométeres út szép lassan kezdett elfogyni előttünk, láttunk útszéli árusokat, akik mindenféle tájból összeeszkábált dolgot árultak. Egy elhagyatott kisbuszt, végtelenbe nyúló egyenes utakat, végtelenbe nyúló kanyargós utakat, egy település nevével ellátott hegyet, még több útszéli árust. Belecsöppentünk egy útépítésbe. Ketté van válaszva a földút. Szalagból lenne. Majd a hosszas zögykölődés után poros aszfalton folytattuk tovább az utazást. Ám mielőtt megérkeztünk volna Swakopmundba, tettünk egy rövid kitérőt egy élettel duzzadó helyen. Itt vagyunk a Cape Cross Sea Reserve elnevezésű helyen, ahova azért jöttünk, hogy ezt megmutassuk nektek. Egy csodálatosan szép természetvédelmi terület, jobban mondva egy földfog, ahol nyüzsog az élet. Zoltánkám, egyébként te tudod, hogy mit jelent az a földfog? Mert én nem tudom. Hivatalosan vizekben, nagyobb tavakban, tengerbe benyúló
Vagy bekönyöklő szörnyelv. Na, köszönjük szépen a helyi tudakozónak, úgy látszik, hogy nagyon felkészültél. A lényeg az, hogy ez egy fóka rezervátum, ahol milyen fókák is élnek? Dél-afrikai medvefóka vagy, más néven fogföldi szőrfóka. Na, hát úgy látom, bátyám nagyon felkészült, ő lesz most már itt tényleg a helyi tudakozónk. A Cape Cross Sea Reserve a legnagyobb dél-afrikai medvefóka kolóniák egyikének ad otthont, ahol a párzási időszakban a fóka bébikkel együtt akár 200 ezer egyedre is nőhet a létszámuk. Az ide látogatók számára leginkább két dolog tűnik fel elsőre. A szag, amiről később szót ejtek, és a fókák hangja, ami leginkább olyan, mintha a birka és a kecske hangját keresztezték volna. Ugye ott az óceán partján ott sok ezer fóka van, de itt kívül, ahogy a parkolóknál megállunk, itt is van egy csomó, és ezeket nagyon közelről meg lehet nézni. Nem ajánlott megsimogatni őket, mert azért meg tudnak harapni, de azért egyet megkockáztatok, mert itt van, remélem, hogy nem fog megharapni, úgyhogy jó van, semmi baj, csak ide jövök. Látom szegényke, nem bántasz? Jó, oké, nem bántasz, nem inkább, jó, oké. Te vagy a főnök, nem, inkább hagyjuk, nem akarja. Ott nekem sikerült már valamelyiket megsimogatni? Igen. Aha. Komolyan, kettőt megsimogattam. Tényleg? Egynek meg megfogtam a lábát. Aha. Nem, én nem merem. Igazából nem szabad simogatni ezeket az állatokat, mert vadak, nem lehet bemenni közénk még véletlen sem, mert azért harapnak. Nehogy valakinek baj essen. Hát én is úgy simogattam, csak meg olyan rácson keresztül. Igen, hát mindjárt gondoltam Zoltán, hogy nem mentél be közéjük. A fókák, mivel vadállatok, ezért bármennyire is nyugodtan fekszenek, ne piszkáljuk őket, mert könnyen belénk haraphatnak, amire egy tábla is figyelmeztet. Miután megcsodáltuk a fókákat, megnéztük a parton álló kőkeresztet, amiről a hely a nevét kapta. 1486-ban egészségedre, 1486-ban Diogo Chao, portugál felfedező lépett első európaiként erre a földrészre, és második János portugál király megbízásából emelte ezt a Padmőnek nevezett kőkeresztet, ezzel jelezvén, hogy ő igényt tart erre a területre. De egyébként a dolog érdekessége az, Zoltánkám, hogy ez nem egy igazi, hanem ez egy másolat. Másolat? Másolat, igen, mert annak idején olyan 1893-ban, jól emlékszem, elvitték Németországba, és ott a Nemzeti Múzeumban lett kiállítva. Úgyhogy ez csak egy másolat, illetve a másik is, mert ugye kettőt raktak ide ki. A családi programnak egyébként tökéletes ez a hely, megnézhetik testközelből a gyerekek, meg a felnőttek ugye a fókákat. De ami a lényeg, hogy egyébként a világon az egyik legbüdösebb helyeként tartják számon ezt. Egyébként van benne valami, mert nem egy jó illat, ugye? De nem veszélyes. De nem annyira veszélyes, szóval ki lehet bírni, úgyhogy először megcsapja az ember órát, de utána úgy hozzászokik, hogy észre se veszik. Úgyhogy aki erre jár, az látogasson el ide, mert nem fog benne csalódni. Egy kicsit még gyönyörködtünk a fókákba, majd tovább folytattuk az utunkat Svakopmund felé. Mivel a horgászat itt is engedélyhez kötött, ezért Buta vásárolt nekünk horgászengedélyt egy útba eső helyen. Most minden lesz legális is. Na, szóval nem fogjátok elhinni, hogy mennyibe kerül itt a horgászengedély. Egy hónapra 300 forint. Nagyon kemény. Nem sokkal később megnéztük az Eila nevű halászhajóroncsot, amit annó fémhulladékként akartak elszállítani 2008-ban. De mivel megfeneklett, ezért itt hagyták, és azóta igazi turista látványosság. És ami ott van, az a csontváz, az igazából nem egy igazi csontváz, ez csak úgy össze lett rakva, hogy egy emléket emeltek ennek oka, mert 2008-ban történt. Hatalmas hullámok vannak. Tovább utazva próbáltam heccelni bátyámat, de ezúttal visszafelé sült el a dolog. Zoltánkám, felébredtél? Nem is aludtam. Aha. Csak pihentettem a számára. Ja, persze bátyám, az sosem alszik. Buta? Bátyám szokott aludni? Ja, nagyon sok. Nagyon szeretné aludni. Igen? Te, Buta, Tamás nem beszél egy kicsit sokat? Nagyon sok. Nem áll. Nagyon sok. Nem, egy más perc nem beszélni. Az minden nap beszél.
Egész nap leszem. Köszi. 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 Szeretlek, utat. Tovább haladva láttunk föld felett futó hatalmas csöveket, amikről mint kiderült, ezen keresztül megy az ivóvíz a városba. Amiután végre megérkeztünk Svakopmundba, a cápa horgászat helyszínére. Svakopmund város Atlanti-óceán mentén fekszik, és a ide látogató turisták egyik kedvelt üdülő városa. Zoltánkám, tudod, hogy miért kedveli? Ez üdülő? Igazi fürdőváros. Nem! Hát ezt nem tudta, ennyi Zoltánkám, vége a helyi információ karrierednek. Nem azért. Svakopmundban még véletlenül sem strandolni jönnek az emberek, mert az Atlanti-óceán vize az nagyon ritkán érje el a 22 Celsius fokot. Akkor minek jönnek ide, öcsik? Az voltágám. Látogatni! Vagy a látnivalók miatt jönnek ide. Nem látogatni. Mert itt képzeljétek el, itt van látnivaló. A turisták leginkább a látnivalók miatt látogatnak Svakopmundba, ahol a gyönyörű pálmákkal és mocsárfenyőkkel díszített belváros olyan érzetet ad, mintha egy bajor kisvárosba járnánk. Az épületek stílusa és az utcák nevei pedig a német gyarmati múltra utalnak. A város fő látványossága a világító torony, a kristálymúzeum, az akvárium, a molló és a pörüzem. De mi nem azért jöttünk, hogy most látnivalókat keresgéljünk, hanem hogy cápára horgászunk. Nagy izgalommal indultunk a szálláshelyünkre, ahol kényelmes ágy és szép fürdőszoba várt minket. De a másnap sajnos nagyon rossz időt tartogatott a számunkra. Fújt a szél, és erős fronthatás is volt, ami éppen úgy befolyásolja a halak kapókedvét, mint otthon nálunk. Tudtuk, hogy kevés esélyünk van cápát fogni, de mivel egy kirándulós nap miatt összesen két napunk volt a horgászatra, ezért úgy döntöttünk, hogy az esélytelenek nyugalmával kiülünk a partra. Amúgy észrevetted, hogy a cápákról készült fényképek meg videóknál a cápáknak szinte mindig nyitva van a száj? Nem. Nem vetted észre, és tudod miért van ez így? Nem. Azért van így, mert hogy a szájukon átáramló vízet átpréselik ugye a kopoltyújukon, és így tudják kinyerni a vízből az oxigént, és ezért van mindig nyitva a szájuk. Ha valahol nem úsznak, akkor megfullad? Igazából ez egy tévhit, nagyon sokan azt hiszik, hogy ez így van, de nem. Mert nagyjából 400 darab cápafaj él itt a földünkön, és ebből csak nagyjából olyan 24 darab cápafaj az, amiknek tényleg úsznia kell ahhoz, hogy ne pusztuljon el. A viharos szél folyamatosan korbácsolta a hullámokat. Miközben Warren, a felfogadott horgáztatónk, mindent elkövetett, hogy cápát fogjunk. Ezeknek a cápáknak amúgy van valami különleges érzékszervük? Semmi, ezek mennek, azt tesznek mindent, amit látnak. Van nekik egyébként olyan érzékszervük, van, ami még a rájáknak is megvan. Úgy hívják, hogy a Lorenzini ampulla, ha jól emlékszem. Persze, ampulla. Tényleg ampullának hívják. Ez egy olyan érzékszerv, amely más élőlényeknek az elektromos mezét képes érzékelni. És ez azt a lehetőséget adja meg nekik, hogy a mozdulatlan állatoknak akár a szívverését is érzékelje. Szóval ez egy nagyon jó, különleges képesség. A mozdulatlan döglött halaknak a szívverését. Nem, annak nem, Zoltán. Azt a szaglásával találja meg. Főleg a vér, azt nagyon szereti. A világon sokféle cápa létezik, s mikor utána néztem, hogy melyik három a legnagyobb, a harmadik helyen több cápát is találtam. Nagy szájú cápa, tigri cápa, grönlandi cápa és a nagy fehér cápa nevei szerepeltek, de a második helyen betonbiztos helyet foglalt. Sütkérező cápa, az most nem tudom, hogy pontosan így hívják-e magyarul, de én így olvastam annak idén, és az meg olyan 10 méter hosszúra nő meg. De csak a trópusokon él, nem sütkérező. Tudom, hol él, nem itt él, nyilván Namíbiában, és az olyan 10 méter hosszúra is megnő, de a világon a legnagyobb cápa, az a cet cápa, az olyan 30 tonnásra is megnő, és olyan 20 méter hosszú, vagy akár még annál hosszabb is lehet. Ez már nem igazi cápa, az nem húst teszik. Hát az nem, mert az ilyen algákon, rákfélékkel, meg ilyen kisebb algákon. Halakon. Alga, tényleg. Nem planktonok? Hát planktonok, algák. Én tudom, ilyen kisebb zöld növények, vagy növény.
Hát ilyen növényféléken. A lényeg az, hogy az, igen, vegetáriánus, mondjuk úgy, kicsi, pici hússal. De egyébként meg vicces, mert tudod mekkora a világ legkisebb cápa féléje? Van a mélytengeri törpe tüskés cápa, azt hiszem az a neve neki, az maximum 27 centire nő meg. Még a ponyba is kicsi méreten, ahol azt is vissza kell dobni. Na, voltam. Majdnem sikerült fogja egy halat. Majdnem. Sajnos csak ráakadt egy ilyen hínár, és az mozgatta meg. Ugye első napunk nem nagyon akar összejönni, mert nagyon viharos, azt mondták, hogy itt jött valami front, és azt nem nagyon szeretik a halak. Úgyhogy igazából, mivel két napra vagyunk betervezve, és ez az első, ezt egy kicsit mondhatjuk úgy, hogy talán megszívtunk volt. Nem bánom, már megfagytam. Ja, hogy rettentő hideg van, nagyon, téli ruhát. Nagyon erős szél fúj, és tényleg hideg van, úgyhogy meglátjuk, hogy holnapi nap milyen lesz. Reméljük, hogy holnap azért jó időnk lesz. Hát akkor sikeres lesz. Reméljük. A rossz idő teljesen elvette a kedvünket a filmkészítéstől. Ezért miután egy jó pofa, de annál rondább és harapósabb halat fogtunk. Ezt valami kőhalnak szokták hívni, meg buldognak. Ennek becézik, de hogy az igazi neve mi, azt nem tudjuk. Befejeztük a horgászatot. Majd megnéztünk egy festői szépségű, mohás buckákkal teli partrészt. Amiután a nap lezárásaként elmentünk kincseket keresni. Most itt vagyunk Svakopmund közelébe. Ez egy olyan tengerpart, ahol rettenetesen sok kagyló van. Ide szoktak jönni a gyerekek kagylót keresni, azaz úgymond kincseket. Úgyhogy azok a családok, akik szeretnek így gyűjtögetni, keresgélni, azoknak ez egy nagyon jó kis családi program. Jó magam is gyűjtögető vagyok. Ezért egy hozzám hasonló ember számára ez igazi aranybánya. Miután kigyűjtögettük magunkat, megcsodáltuk a naplementét, s reménykedtünk, hogy holnap végre igazi cápahorgászós időnk lesz. Nem hiszem el, hogy lehet már megint ilyen rossz idő. Sajnos, ugyanolyan rossz időnk volt, mint tegnap. S mivel már csak két napunk volt hátra a namíbiai utazásunk végéig, s mert az időjárás előrejelzés a holnapi napra mondott jó időt, ezért minden cápafogási esélyünket az utolsó napra tettük fel, a kirándulási lehetőségeinket pedig a mai napra, ami számtalan emlékezetes pillanatot tartogatott a számunkra. Namibian Air Force. Namibian Air Force. Jézusom, Zoltán, jó nagy! Kávé, kér vagyok? Hát ez így a videón keresztül talán nem jön át, de hatalmas nagy állat. A pelikán valóban hatalmas madár. Főleg ilyen közelről. És nézz ide, cheese! Miután készítettünk pár közös képet, meglátogatott minket egy fóka is. Hello! Könnyörök, kajáért. Ami emlékezetesen távozott. A hajó kirándulás további részében megnéztük az itt élő fókákat, ahol számomra ezúttal a közöttük kajakon nevező turisták voltak a legnagyobb látványosság. Majd delfinek csatlakoztak hozzánk, amiket kvikkelő hanggal próbáltam magunkat csalni. Ott jönne. Nem baj, csináld. Szeretnek minket időnnek kamerázni, látod? Nagyon szép. Nem sokkal később sötét delfineket is láttunk, ami Afrikában kizárólag itt a délnyugati részen őshonos. Ez egy különleges delfinfaj, ami csak itt él Namíbiában. Na, hopp. Azt, amilyen gyors. És aminek látványáról, bátyám természetesen lemaradt. Ez a hely is kipipálva, hogy katamaránon alszik bátyám. Zota! Jó. Protöcsök vagy. Jó reggelt!
Ne aludjál már! Te aztán fel vagy dobódva. Van már kajam? Ezt érzesz, nem? Azt hittem, hogy miután megebédelünk, a visszafelé vezető úton már semmi nem fog történni, de hatalmasat tévedtem. Mert miután elhaladtunk egy kormoránok által lakott hajóroncs mellett, és jutalomfalattal csalogatták közel a sirályokat, bátyám újbóli elalvása ezúttal örök emléket okozott nekünk. Ha ezt felveszem, hogy megfordul az egész hajó, beleesett a pléded. Olyan mélyen aludtál, hogy felkeltél és kiesett alólad? Hát lefújt a szél. Ezt nem hiszem el. Wow, tapsa! Azt a mindeni! Zoltán, vedd át a nyereményedet! Na, megvan a fét, jó? Vedd át! Ez a vatkan a Zoltánkám! Nagyon ügyes vagy, látod, megfordítottál egy katamaránt! Nem te lökted be! Az ilyet! Tessék, bátyám képes megfordítani egy katamaránt, csak azért, mert ralszik! A katamarános incidens után még az időjárás is felderült. Így napsütésben folytathattuk tovább a kirándulást. Képzeljétek el, most megyünk homokdeszkázni, és itt bementünk a boltba, a butába, és ilyet lehet kapni, faroslemez, és ezzel fogunk majd csúszkálni. Ez bármelyik boltba lehet venni ilyet. Tudtad, Zoltán? Nem. És így? Így se tudtam. Miután megvettük a faroslemezeket, kerestünk egy méretes dünét, amiről hosszan tudunk majd lecsúszni. Itt vagyunk a Namib sivatagban, ami a világ egyik legszebb és legöregebb sivatagja, a tudósok szerint olyan 50-60 millió éves, ami az Atlanti-óceán partvidékén található Dél-Nyugat-Afrikában. Neve a Namib szó annyit jelent, hogy egy hely, ahol nincs semmi, de reméljük, hogy azért majd cápa lesz, legalábbis majd holnap. Nem a sivatagban, hát az Atlanti-óceán, amikor horgászni fogunk, de most nem is ezért jöttünk ide, hanem hogy megnézzük, hogyan lehet ledeszkázni itt a dünékről. Faroslemezen, amit most rakunk össze mindjárt. Az előre kiukasztott faroslemezekbe kötelet rakott butá, hogy legyen mibe kapaszkodjunk. Ne törd össze! Miért vagy mezitláb? De itt van sok homok, meg por. Igen? Ezt nem kés ez a cipő. Ha. Hát elemegy? Igen, biztos. És akkor nehéz kiszedni? Jajjá, ezt nem lehet, jó, mehetünk. Aha. Nagyon rossz. Azt hittem, hogy komótosan felsétálunk a dűnére. De bátyám versenyezni kezdett. Nem tudok futni. Persze, a kezdeti erő gyorsan elfogyott, mert a homokban rendkívül nehéz futni. Francba! Az is hülye volt, aki kitalált ezt a homokdeszkázást. Azt a rohadt eget. Nem csúszhatunk innen? Nem. Zoltán alig bírja. Ócsi. Hát és ezt meg kell tegyék. Háromszor vagy négyszer. Ő a tüne. Az igazság az, hogy lentről sokkal kisebbnek tűnt a dűne. Így mire a tetejéhez értünk, szó szerint kipurcantunk a fáradtságtól. Zoltán megállt pihenni. Buta már elesik. Mászik! Mászik fölfele! Ez az, Tomi felért! Miután bátyám is felért végre, kész az a tempexik az. Rövid pihenés után jöhetett az első csúszás. Ez lehet meg sem indult. Bármennyire is próbálkoztunk, a deszka nem akar csiklani a homokon. Hát nem jó. Hát ez nem jött össze. Valamiért nem akar csúszni ez a homok deszka. De egy biztos, hogy még egyszer fel nem mászunk ilyen magasra, mert baromira megpusztultunk. Elfáradtál? Nem, csak várom, hogy kifújj magad. Aha. Azt mondta az előbb még nekem, hogy itt majdnem hányt, meg fáj egy gyomra, meg minden baj van. Most meg játszja az agyát. Még most is alig kapsz levegőt, liheg már bele. Egy percig próbálj nem levegőt. Jaj, Zoltánka. Jó nagy kamu. A dünén való homokdeszkázás sajnos nekünk nem jött össze.
de legalább magasabbról tudtunk gyönyörködni a sivatagi látványban. Miután gyűjtöttünk emlékbe egy kis homokot, elutaztunk egy program lehetőségekkel teli helyre, hogy ezúttal vaddal hódítsuk meg a dűnéket, ahol, mint utólag megtudtuk, viasszal kellett volna bekenni a homokdeszka alját a csúszás érdekében. De a legjobb az lett volna, ha részt veszünk egy ilyen fizetős programon, ahol minden biztosítva lett volna a számunkra. Nagy a fejed, Zoltán. Na, figyeld még nagyobb. Le. Good. Nagyobb a fejem egy picit, nem sokkal. Miután az én fejemre is találtak bukósisakot, a kísérőinkkel együtt elfoglaltuk a kvadokat. Most kapjuk az instrukciókat. Majd. Elindultunk. Életünk során már többször is kvadoztunk, de a homokdűnék között való kvadozás kihagyhatatlan élmény volt a számunkra. Felejthetetlen vados élmény után elutaztunk a Walvis Bay nevezetű öbölbe, hogy megnézzük a flamingókat. Zoltánkám? Igen, Tamáskám? Láttál már ennyi pelikánt egy helyen? Ennyi pelikán nem, én ennyi flamingót láttam csak egy helyen. Beugratós kérdés volt. Hát olyan okos, hogy milyen flamingók ezek? Ezek hosszú lábú flamingók. Tényleg? Aha, képzeld el. Ezután nem néztem, de te vagy, vagy te voltál a helyi tudakozó, Zoltán, úgyhogy légy szíves, mondd már el akkor, hogy akkor miért vannak ezek itt? Hát melyik van a kaja? Aha, hát mindjárt gondoltam. Hát ilyen sekélyesben cipákolnak a nagy órukkal. Aha. Ilyen szuper. Mikrorákokat, vagy nem is tudom miket fogyasztanak. Szenzáció. A lábuk amúgy meg mindegyiknek ilyen hosszú. Nem mondod, azt hittem, hogy ezek kivételes egyetek itt. Nem. A flamingók a sekélyvízű partokat és lagunákat szeretik, ahol az apróvízi élőlényeket és algákat a csőrük segítségével szűrik ki a vízből. Sokan talán nem tudják, de a flamingó fajok színe azért különbözik egymástól, mert a tollazatuk színét az általuk elfogyasztott táplálék befolyásolja. Medúza. De jó, nagy. Hát amúgy az már szétesett, az még egyben van. Igen, medúza. Aha. Jó. Miután befejeztük a kirándulást, már csak egy dolog érdekelt minket. Az, hogy holnap igazi cápahorgászós időnk legyen. Ezúttal az időjárás végre kegyes volt hozzánk, mert napsütéses és frontmentes időt adott a számunkra. Így miután találkoztunk Warrennel, nagy reményekkel indultunk neki az utolsó cápahorgászatnak. Megérkeztünk a cápahal neveldéhez, itt fogunk majd horgászni. Mondta Buta, hogy itt mindig lehet cápát fogni, úgyhogy itt megpróbálkozunk. Na jó, nem, megyünk az Atlanti utára, csak viccelt. De amúgy mik ezek a tavak? Csinálnak ilyen gátokat, kiszivattyúzzák a tengervizet, hagyják, hogy elpárologjon belőle a víz a meleg hatására, és ott marad a só. Ezt összekaparják, összegyűjtik, és kitisztítják. Ez ilyen sólepárló. Sólepárló tavak. Ha? A só kitermelő után végre megérkeztünk a partra. Megérkeztünk a horgász helyünkre, Zoltánkám. Ezúttal nem fogsz aludni, ugye? Hát ezt azért nem garantálom, hogy nem alud. Na. Fantasztikus. Egyébként kettőfajta választási lehetőségünk volt, ami a horgászati módot illeti. Az egyik az, hogy hajóról horgászunk, a másik pedig az, hogy a partról. Azért nem választottuk egyébként a hajót, mert az egész napos ilyen hullámzások miatt fennáll a veszély annak, hogy tengeri betegek legyünk. Neked fent állna. Hát nekem fent állna, de neked is szerintem ugyanúgy. Bátyám mindent kibír, mert ő egy vadászkapitány. De jó van, nézzük meg, hogy
Mi lesz? Már várj, már viszi be a másik botot. Nagyon komoly, így bemegy, megküzd a hullámokkal, hogy mi cápát fogjunk. Még jó, hogy nem nekünk ezt megcsinál. Ez az új behordási technika, ezt Magyarországon biztos nem fogjátok látni. Ez szenzációs. Be kell sétálni a vízbe, hogy messzebbre tudjunk dobni. Itt biztos nem lehet etetőhajót használni. Elszakadt. Igen. Van másik. Van másik. Fasza. Zoltánkám, úgy látom, hogy emberedre akadtál, mert van itt, aki nem a botot töri, de a zsinort azt azért elszakítja. Szegény, az első dobás. Ilyen hideg víz. Igen, fú, szegényke. Mivel csalihalra is horgáztunk, ezért Warren többféle végszereléket és csalit is használt. De ami a számunkra lényeges, az a cápás szerelék. A cápa horgászathoz 40-50 librás horgászbotokat használtunk. Erős horgászorsókat, 0,50 vagy 0,60 mm-es fonott főzsinort, a végén 1,6 mm-es monofil zsinort, drótelőkét, egy nagyméretű horgot és karmos olmot a spanolás miatt. Most malett van rajta, az a neve, nem tudom, ez magyarul mit jelent, milyen hal, de most azzal kezdtünk horgászni. Most meg rakunk rá mindjárt egy másik fajta halat. Mi ez? Buffet, makréla, malett, kis szendvics, 20 szendvics. Miután Warren bedobott a bottal, felcsalizott még egyet. Ez micsoda most, puta? Mi a csali? Szardínia. Aha. Kettő darab szardínia van rárakva. Majd azzal is bedobott. Az csak részában. Már hívhat, ez lehet részcápa vagy foltos cápa. Foltos cápa is. Ez lehet minden. Ilyen derék övet kaptunk, ebbe kell majd belerakni a botnak a végét, hogy könnyebb legyen tartani, mert itt amúgy egy nagyobb halfárasztása, az akár órákig is eltarthat. Hát reméljük, hogy ez így lesz, úgyhogy ez a segítség, hogy ne kelljen tartani a botot, hanem csak két kézzel lehessen neki húzni. De nagyon jó kis dolog. A gyenge embereknek. A gyenge embereknek, aha. Miután a fárasztó felkerült, Buta elmagyarázta, hogy hogyan kell berántani, ha kapás van. Kiveszed? Igen? Megnézni. Ja, és utána berántani. Ja. Szóval itt, hogyha kapás van, akkor ki kell venni a bottartóból a botot, és várni kell, még oda nem húz, akkor kell berántani. Mivel megéreztük a halfogás szelét, ezért muszáj volt szabályokat hozzunk. Zoltánkám, akkor megegyeztünk, hogy melyik bot az enyém? Enyém a zöld, csak úgy figyeljetek, nehogy aztán csaljon. Tied meg ez a fekete, vagy ez a szürke. Nekem jó. Neked jó? Jó van. Nekem akkor. Mindegy. Meglátjuk, hogy ki fog szebbet és nagyobbat. Oké. Végre jöhetett az idegtépő, de annál izgalmasabb várakozás. Amiközben egyszer csak egy nagyon fontos dologra lettünk figyelmesek. De ezt figyelted, hogy ezek jobb kezes? Nem tudom tekerni jobb kézzel, balra tartani. És itt ezek mindegyik korsó jobb kezes. Mi nem tudunk jobb kézzel tekerni. Át lehet tenni? Oké, ez nem baj. Azt hittem, hogy a hajtókarcsere miatt veszik ki a botokat. De nem ez volt az oka. Akkor ennyi volt, megyünk tovább? Igen, ez van semmi, ott van, az lehet egy óra vissza itt kell. Ja, értem. Azt keresni, hol van a hal. Ha keresni kell itt is a halakat. Ha. Miután a hajtókarokat átrakták baloldalra, tovább haladtunk az óceán partján, és miközben egy ígéretes horgászhelyet kerestünk, találtunk egy fiatal kékbána tetemet. Itt állunk most egy ilyen kékbána tetem mellett, eléggé szagos, amúgy bátyám fogja az órát, hál' Istennek az én orrom nem olyan tökéletes, de jó nagy, mint látható, nem kicsi, ugye Zoltán? Egy nagyon közel. Büdös! Az elpusztult bánatetem errefelé egy megszokott látvány, ami, mint megtudtuk, addig marad a parton, amíg a madarak és a szárazföldi ragadozók meg nem eszik, ami általában egy-két hónapig szokott tartani. A bánatetemet magunk mögött hagyva, egy rövid ideig még haladtunk a parton, majd miután Warren talált egy halfogásra alkalmas helyet, amit fogalmunk sincs, hogy miből állapított meg, megálltunk
és elkezdte felcsalizni a botokat. Miközben bátyám, elveszítve a cápafogásba vetett hitét, már megint alszik. Még be se dobták a botot, de ő már alszik. Itt még most szerelik a botot. Itt szerelik, még nincs összerakva semmi, és alszik. Hát szörnyed. De bátyám ezúttal nem sokáig pihenhetett, mert miután Warren bedobott a botokkal, hamarosan megjött az első kapás. Ez is jobb kezes? Igen. Mi akadt rá szerinted? Nem tudom. Nem vagyok óceán szakértő. Nem? Valami színes hal, papagáj hal. Á, ezt szedd le róla, azt ne teked. De nem bírom izélni, mert hát, meg elmegy, és csak íz. Zoltánkám az első halat. Nagyon szép, Zoltán. Ez mi, leves? Ez sült. Zoltán, megfogtad az első sügeredet. A fekete botta. Nagyon ügyes vagy. A horog kiszabadításban már nem volt ilyen ügyes. Mert fogó kell hozni. Buta technikás, látod? Mit csinálunk, ha megesszük, vagy visszadob? Az most ez lesz a csali. Na, Zoltán, fogtál csali. De alig, hogy elraktuk csalinak, jött a következő. Már van rajta hal. Ez már megint megkapja a bátya, ez itt túl könnyű. Nem is láttam a kapást. Zoltánkám, neked könnyű dolgod van, megfogják neked a halat. Én azt sem vettem észre, hogy kapás van. Testvér. Nagyon ügyes vagy, Zoltán. Ő a testvéred? Hát, amit az előbb fogtam. Vigyázz, víz! Ha! Na ezért jó, mezitláb vagyok. Az enyém meg nem ázik át. Jó, van már. Második megvan, amit megint nem te fogtál, hanem megfogták. Ezúttal a horog kiszabadításhoz tényleg fogó kellett. Amiután a frissen fogott csali halakkal végre megnőttek az esélyeink a cápafogásra. És nagyobb cápára próbálunk? A friss hal koponyával? Aha. És azt szerette a nagyobb cápa? Azt szerette. Miért vágja ezt így szép? Jobban szagok? Ez kell a vér. Ugye el van vágva, így jobban kint van minden belső rész, és akkor több a vér. Jobban megérzi a cápa. Gyors kötöző. Miközben felcsalisztuk a botot, egyszer csak egy nagyobb hullám lepett meg minket. Mi van? Paput. Amik a későbbiekben is okoztak még meglepetést. De ami a lényeg, végre minden esélyünk megvolt, hogy cápát fogjuk. Van rajta valami? Van. Hát én még kapást se láttam. De rángatta egy picit a hegyit. Ez nem tudom mi ez. Sajnos ezúttal sem cápát fogtunk, hanem egy hazánkban is sokak által nem kellett halat. Törpeharcs? Nálunk, aha, és csak olyan bajusza is van. Aha. Gyönyörű szépet fogtál, egy törpeharcsát fogtál és itt a Atlanti óceán, aha. Mondta, ordított a buta neked, hogy kapás. Ez a tüske, ha megszúr, akkor az fáj. Nagyon hegyes. Nem csak, hogy szúr, mint egy tüske, de éles is, mint a penge. Can you feel on the side? It's like a knife. So it's dangerous. This one, his name is Don't Touch. Az a neve, hogy Don't Touch, igen? Fantasztik. Hát ez tényleg olyan, mint nálunk a törpe harcsa, Don't Touch, ne ér hozzá. Mivel minden megérzésünk azt súgta, hogy fogunk cápát, ezért egyre nőtt közöttünk az izgalom keltette feszültség. És felcseréltük a botot bátyámmal, és ezzel a bottal horgászunk nagyobb cápára. Remélem, hogy mindjárt oda húzza neki. Ez az én botom. Nem, ez most ez nem a tett. Persze az összes botot, tiéd, hagyjál már a hülyeség. Na, tessék, aha. Egy darab zöld bot. Igen. Hát ott az összessel, te hol három botta horgászol. Két feketével horgászol. Mi hárommal, amoda is ott. Nem, ott ne nagyon álljál az én botomnál. Vagy a tiéd, ha bele lesz dobva. Igen. Mindegyik bot az övé. Látsz ilyen. Tomi. Zoltán. Madár. A madár megijesztett minket, beleakadt egy sirálya, zsinórba belerepült, azt meghúzta a botot. Jó, a bátyám megint berántott. És ne cizik, bátyám. De az Zoltán, te itt is ne cizel? Sokat fogjak belőle. Aha, ott van rajta valami van, valami sügérhal. Ebből sokat fogok. Nem baj, fogjál Zoltán, én majd úgy itt cápát fogok. Megfigyelted, hogy eddig én fogtam halat? Persze, mert te három botta horgásztál. Kettővel horgásztál. Hárommal, mert mind a kettővel horgásztál.
Talán sosem fogunk ebben dűlőre jutni. De a lényeg, hogy hamarosan végre jelentkezett az első cápa. Nem? No. Ja, aha, oké. Ezzel nem kell? Lányom szavaromban azt sem tudtam, mit kell csinálni. Észrevettem, hogy kapás van. Uhú, de viszi! Nagyon viszi. Harder? Oké. Erősebben kell húzni. Oké. Harder, jó. Nagyon feszít. Azt a mindenit, ennek van súlya azért. Jobban megy, mint a harcsa. Hihetetlen érzés volt fárasztani egy cápát, aminek fárasztása olyan érzés keltett, mintha egy hatalmas fatuskót akarnék kihúzni a partra. Kellett hozzá nyomaték. Mi van? Jó! Kellemes! Húz! Bátyám meg fárasztja közben a sneciket! Jön szépen! Most oda néz, hogy húzza. Ez igen! Azta! Megindult! Van súlya! Miközben fárasztottam az első cápát, Warren próbálta a másik horgászból zsinórját elvinni az útból. Legalábbis ezt hittük. Még nem egyszer. Itt is van egy cápa. Ez nagy cápa. Azt a mindenit! Nem könnyű ezt tartani, már a derekamat érzem. Már 10 percet van. 10 perc? Komoly. Nagyon nehéz. Ez nagyobb, mint a Tamásé, biztos. Az erős ember nagyobb halat fog. Elképzelésünk sem volt arról, hogy mekkora cápát fárasztunk. De az biztos, hogy élveztük a fárasztás minden pillanatát. Erős. Van neki súlya. Van. Itt van. Miután már elég közel volt a cápám, Warren kihasználva a hullámokat a partra húzta. Ami kellemetlen meglepetést okozott a számomra. Hát ez nem is olyan nagy. Azt a mindenit. Ez ilyen kis cápával küzdöttem ekkora. Hát milyen, hogyha egy nagyobb rámegy. De mérges szeme van neki. Miután bátyám cápája is a partra került, Warren kibogozta a rátekeredett monofil zsinórból, ami az ilyen eseteknél megakadályozza azt, hogy a cápa érdes bőre ne tudja elvágni, mint a fonott zsinort. Hú, Zoltán, hát egy nagyobb cápával mit csinálunk? Ezt az össze szarjuk magunkat. Ez fárasztó. Hát ez ilyen mennyi? Ez ilyen 20-25 kiló lehet kb. Gondolom. Ez egy nagyobbat is fogtál, mint én. Jó, érdes neki a teste. Mint egy ráspoly. És milyen cápát fogtunk? Foltos cápa. Mindketten Spotted Gully Shark nevű cápát fogtunk, amit rövidítve Spotinak, magyarosan foltott cápának neveznek. Amik itt Dél-Afrika partjain őshonosak, és ami 2 méter hosszúra és 50 kg-ra nőhet. A fényképkészítés után ránk várt a feladat, hogy visszaengedjük. Hát visszajön. De mivel bátyám cipőben volt, ezért átadta Warrennek, akitől így legalább én is el tudtam lesni annak mikéntjét. Majd miután visszaengedtem, sietve távoztam a vízből. Hú! Hát te még 100 kilóst akarsz fogni. Ne akar a franc. Hát ez a 25 kilós is baromi nehéz szerintem volt. Bátyám még olyan 22-23 azt mondta. 24 és fél. De kemények voltunk? Hú, hány szarok voltunk.
szerint a spanyol. Haza kell menni edzeni, mert nagyon fosok lettünk. Igen, és ami még egy nagyon furcsa dolog nekünk, a kapás. Nem igazán egyértelmű, hogy itt most mikor van kapás. Eddig egy kapást, ha láttunk, amiben biztosak voltunk, hogy az én kapás. Kettőt is fogtam. Kettőt? Igen, hármat fogtál, de... Kettőből én rátottam. Igen, kettőben rátottál, de szóltak, hogy kapás van. Nem szólt? Már vett itt, ne higgyetek. Mi, a harmadiknál nem szóltak semmit, én vettem ki. Most kivettem egy botot, ami nem is volt kapás. Igen, jó van. Csak azt hittem, hogy kapás. És valóban, a kapás megállapítása rettentő nehéz volt a számunkra. Azt mondták, nem az. De akkor nem kapás? Ha nehéz eldönteni. Kapás. Nem tudom. Szerintem most kapás van. Nincs semmi, Zoltán, biztos nincs rajta semmi. Biztos. Majd tekeri a botot. De nézd már meg, hogy... Nem tudom, majd buta szól. Nem olyan, mint a rángat. Nincs itt senki. Tényleg nem egyszerű eldönteni, hogy most kapás van, vagy nincs kapás. Ugye nagy az áramlat, a hullám, minden mozgatja egy kicsit a botnak a végét. Úgyhogy nem egyszerű. Szerintem ez kapás. Miközben bátyám továbbra is tanástalanul nézte a botjait, egyszer csak kapásom lett. Hol? És sikerült megakasztanom egy cápát, aminek bátyám rendkívül örült. Na, hagyd szenvedjen! Elmentem, horgászol! Mit? Nem akarsz halat fogni? Nekem még nincs bedobva a botom! Ja, persze! Én azért nem fogok! Ez kisebb lesz! Otthon is a kis ponty az rángat! Ha mindjárt elindul, a szaladhatsz a vízbe! Úgy éreztem, hogy ez tényleg kisebb cápa lesz, mint az előző. De ettől még keményen kellett fognom a botot. Azt a minden ide jó. Vagyok. Nem vagyok gyenge, csak fárasztom, mint a pontyot. Ha nehogy már itt nem kitépjed szegény halat, ha visszaengedjük. Én itt is kíméletesen bánok a halakkal. Nem tépem meg a száját szegénynek. Élvezetesebb, mint pontyot fogni. Ez a vad erő, ami bennük van, azért ez kemény. Még ráadásul az óceán is rásegít, az áramlás, a hullámok. Jól úszik, nagyon. Mint a kondi teremben lennék, úgy érzem magam. A korábbi cápa fárasztásból tanulva, ezúttal már nem csak karból fárasztottam, hanem beleraktam a testsúlyomat is, ami hatalmas segítség volt a számomra. Na hát csak olyan 30 méterre van. Szépen lassan jön ki. Hát tényleg nem tudom, hogy mi történne itt, hogyha egy ilyen 100 kilós jönne rá, vagy még nagyobb. Szerintem azt nem bírnám. Én sem, meg bátyám sem. Ott látszódik már egy picit. De van még benne erő. Még itt a végén azért húzza. Ha? Mikor már elég közel volt a parthoz, Warren és Buta közelebb ment, hogy kihúzzák. De az egyik hullám váratlanul Buta felé terelte a cápát. Buta, vigyázzál, mert cápa ellede leszel! Kissé ijesztő látvány volt számomra, bármennyire is elhicceltem. De szerencsére Buta lába sértetlenül megúszta a dolgot, amiután a harmadik foltott cápa is a partra került. Oké. Na, jó van, gratulálok, Tomikám! Zoltánkám, te is horgásszál! Hát ha bele lesz dobva a botom, én is horgászok! De lefizetted őket, és csak a tiédet dobják be! Nagyon gyönyörű, szép! A foltott cápa érdekessége, hogy a méretéhez képest nagyok az uszonyai, a szeme macskaszerű, és áll eleven szülők, ami azt jelenti, hogy az embriók az anyacápa testében lévő tojásokból kelnek ki, ahol egy ideig még fejlődnek, majd azt követően jönnek a világra. Köszönöm szépen az élményt! Na, hogy utálam, jön! Na, egyel több, mint bátyám. Hogy tudod, mi a furcsa nekem, Zoltánkám, mióta itt horgászunk? Mi az, hogy végre fogsz halat? Nem az, hogy fogok halat, hanem az, hogy a kíméletes bánásmód, hogy itt hogy működik, mert itt nincsen se ponybölcső, se ponymatrasz, meg
Semmi ilyes, hogy itt ezekkel nem kell ilyen kíméletesebben bánni? Vagy ez... Cápával, Tamás, olyan vastag a bőr. Szerinted olyan érzékenyek lennének, már valószínűleg rég kihaltak volna. Hát, ezek kemény halak. Ah, mondjuk ebben van valami, lehet. Na mindegy. De remélem, hogy azért most már te is fogsz valami szépet dolgozni. Hát azért nem fogtam, mert az én botom nem volt. Jaj, ott van kettő, azzal te horgász vagy. Csalihalnak van bedobva. Ja, csalihalnak van bedobva, értem. A harmadik cápafogás után Buta hozott nekünk ebédet. Olyan, mint a pécsi temény, de ebben hús van amúgy. Ízlik, Zsolta. Egyébként gyűjtsed az energiát, mert jön egy nagy hal, akkor nehogy itt kifúgják. Majd miután jól laktunk, ismét bebizonyosodott, hogy a cápa megakasztásához tapasztalatra van szükség. Nem? Macs? Leakadt! Törpeharcsa! Na mi van? Hát nem jött össze. Kecsi döntács? Bátyám, megfogta a döntácsot. Ezért tudsz fogni cápát, mert én fogok ilyet. Igen. Erre nagyon rá kell érezni. Jó. Hát nincs meg. Há. Nem akadt meg? Nem. Mert a fék nem volt beállítva, még én meg berántottam. Látjátok, ezt mondtam az előbb. Ha mi rántunk be, meg kapkodunk, akkor biztos nem lesz belőle. Ha meg kell hagyni a tapasztalt, rutinos versenyzőket, mert ők nagyon ügyesek. Úgyhogy a legjobb az, hogy hideadják a kezükbe, amikor már csak fárasztani kell. De megtanuljuk. Legalábbis ezt remélte bátyám, akinek a következő berántása sem sikerült tökéletesen. Oké. Okay. Not too much, not too much. Oké. Okay. Oké. Okay. Megvan. Megvan? Meg. Ez a Zoltán, feszítsed neki. Nagyon kemény vagy. Húzzad. Ez is akkora lesz, mint a másik? Nem, ez nagyobb. Ez nagyobb lesz? Nagyobb, meg sem mozdul. Ekkor tudatosult bennünk a gondolat, hogy akár egy nagyobb cápa is akadhatott a horgunkra. Ezért növelve bátyám izgalmi állapotát, erőteljes szurkolásba kezdtem. Kevén legyél. Na, add fel, ez az! Bírod még, Zoltán? Hogy ne, hát még csak egy fél percre. Tényleg szurkoltam, hogy egy nagyobb cápa legyen a horgán, és annak, hogy bírja erővel. Bírod még? Hogy? Na, adjad már! Még be sem eleget. Adjad már! Kamu Géza! Még ha a fáradó kezeit ügyesen is próbálta leplezni. Ma ha cserélték kezed még, hogy nem fáradsz. Hát kamu, kamu vagy, kamuzó. De sajnos hamarosan kiderült, hogy a cápák elemi ereje viccelte meg. Mert ez a cápa is. Ez hasonló, mint amit fogtunk eddig. Bírod még, Zoltánkám? Bírom, csak próbálom, de mi az, nem vissza akar úszni. Hát Zoltán, hát szerinted... Még szép, hogy vissza akar úszni. Miközben Warren várta a megfelelő pillanatot, hogy kihúzza a cápát, egyszer csak... Ez a cápa nem akar kijönni. Tomi, a tiédet is hopp, hopp, fogjad, fogjad. Nem akartam elkapkodni, ezért követtem Buta instrukcióit, akinek segítségével sikerült megakasztanom egy újabb cápát. Miközben bátyám cápája a partra került, elkészült a közös fénykép, majd vissza lett engedve, nekem is téves megérzésem támadt. Nagyon jól úszik. Azt a mindenit. Ez agresszív. Szerintem ez nagyobb lesz, mint a másik. Nagyon komoly. Arra nézz, hogy hús. Yeah. Szent meggyőződésem volt, hogy az eddigieknél nagyobb cápa akadt a horgomra. De sajnos nekem is csalódnom kellett. Hát ez hasonló, mint a másik. Ez is ilyen 25 kiló lehet? Legyen már 26! Mivel szerettem volna egy kicsivel nagyobb cápát fogni,
ezért bevetettem egy horgászbabonát. Mint ahogy otthon is szoktuk a pontyoknál, apád, anyád, jöhet. Na visszük vissza. Miután az ötödik cápa is visszakerült a vízbe, némi nézeteltérésünk támadt afelől, hogy kinek köszönhetjük az eddigi cápafogásokat. Szervusz! De én nem fogok keli halat, nem fogtál. Hát annyira ez nem igaz, mert először nem a te csali haladdal fogtunk cápát. Az előző ravar. Hát átmijöttünk a következőre, és itt fogtunk. Hát én friss csali halammal. Jó, vazolták ám, a te friss csali haladdal fogtuk, amit más fogott meg előtte. Senki, én fogtam meg. Hát egy másik csali halal fogtad meg. Ott van a film. Így van, de egy másik csali halal fogtad meg azt a csali halat, amivel a cápát fogtad. Nem halihali. Csali halal. Csali halal. Hanem kukarccal fogtam. Tök mindegy. Tamás. Nekem köszönhetett. Jó, Zoltán, köszönjük szépen. Annyira ügyes vagy, hogy fogtál egy csali halat. Amúgy is, ez egy csalás, mert most is csak a te botod van bedobva, az enyém alig van bedobva. Hát nem is kell, hogy a tiéd beledobni, de három botta a horgásztál egy. Nem, én csali halra horgásztam. Bátyámmal ritkán értünk egyet. Mert a legtöbbször másként látjuk a dolgokat. Kicsit olyan ez a tengerpart, Zoltánkám, mint a Balatoné. Biztos nem. Mert tiszta homokos az egész. De ez nem tengerpart, ma óceánpart. Az legyen akkor óceánpart, de az meg hülyén hangzik, szerintem senki nem hívja. Maradjon inkább tengerpart, Zoltánkám. Tehát tőlem homokos partnak is hívhat, de engem nem érdekel. Mindegy, akkor is hasonlít egy kicsit a Balatonra. Hát ezúttal sem sikerült egyetértenünk. De az biztos, hogy nem sokkal később bátyámnak sikerült megakasztania a harmadik cápáját. Hozzáteszem az én botommal, amit természetesen nem hagyhattam szó nélkül. Milyen érzés, Zoltánkám, a botommal halat fogni? Hát te nem voltál itt, mit csinálja? Hát mert pont... Elvitte volna a botot. Aha, azzal voltam elfoglalva, hogy fölvegyem a berántást. Látod, milyen önfeláldozó vagyok, hogy átadom neked a lehetőséget? Mi rohantál oda a kamerához? Hát nekem a kamera az első, ezt föl kell vegyük, hogy mi történik. Ez az, Zoltán, küzdjél meg a halammal. És az én csali halammal. Remélem, hogy ez sokkal kisebb lesz, mint az enyém. Nehogy nagyobbat fogjál nekem. Ez az, Zoltán. Milyen jó, hogy nem vetted le a bakkancsodat, mi? Igen. Legalább tiszta víz lesz. Nem baj, legalább betöri. Ezért jobban ez itt lábas dolog. De azért tökéletesen látszódik, hogy ez egy zöld bot. Igen. Miközben bátyám fárasztotta a cápámat, botá fogott egy csali halnak valót. Congratulations. Thank you. Amiután egy icipicit besegítettem a fárasztásba. Segítek, Zoltán, egy újjal, jó? Mert... Nem kell, menj innen, mert akkor leakad. Hát de az én botom az egy pici csapfog, legyen már részem benne. De az én csalim. Nagyon jó vagy, Zoltán. Fogjál már egy csali halat? Nem fogok. Igazából nem zavart, hogy az én cápámat fárasztja. Hisz a cápafogás nem a mi érdemünk, hanem a horgásztatónké Warrené. De ez így van rendjén. Elvégre neki van meg minden tapasztalata ahhoz, hogy eredményesen tudjunk cápára horgászni. Nekünk csupán annyi a feladatunk, hogy élményt gyűjtsünk a fárasztás által. Gratulálok, Zoltán! 3-3. Amúgy 4-2 lett volna. 3-3. Rendes gyerek vagyok. Miért? Hát mert átadtam neked. Az én csalimmal, az én botom besült dobva. Nagyon durva szeme van, hogy figyel. Ijeszkes. Na, vigyázz, Zoltánkám, vizezd össze magad. Hát visszamegy ez. Vigyázz, mert nyitja a száját, meg ne harapjon. Bátyámnak esze ágába sem volt jobban összevizeznie magát. Ezért a hullámok segítségével akarta visszajuttatni a cápát. Hát ennyi? De a dolog visszafelé sült el. Hogy fut vissza? Istenem, nézd, ott úszik már. Megtalálja ez, ügyes. Ügyes, ha... Kész, el is ment. Ennyi. De rábíztad a víz erejére, Zoltánkám, úgy látom. Hát visszadobtam, nem tehetek róla. De jobban jön ez a víz egyébként. Nagyon durva. Nem győzünk hátrébb menni. Nemrég amoda ültünk lent, és eltelt egy pár óra hossza, és már fel kellett ide költöznünk a partra, mert hatalmas nagy hullámok vannak, és ugye a dagály az folyamatosan növekszik. Szóval emelkedik a vízszint. Szóval emelkedik magyarul a vízszint. Köszönjük, Zoltán bácsi. Ahogy bután mondanám. Hát értelmesen beszél már. Hát senki nem érti, amit mondasz. De. Még én sem. Aha.
A hatodik cápafogás után úgy éreztük, hogy nekünk ennyi élmény bőven elég lesz, hisz már úgy is kellőképpen elfáradtunk. Legalábbis ezzel nyugtattuk magunkat, mert bár nem mondtuk ki, de legbelül mindkettőnkben ott égett a kíváncsiság, hogy vajon milyen élmény lehet egy kapitális méretű cápát fárasztani. Zoltán, megint fogta egy dontacs? Igen, mert már elfogyott a csalihal. Ez a legjobb csalihal. Ez a legjobb, a dontacs fish. Óceánharcsa. Miután bátyám fogott egy dontacs halat, majd az egyik horgászbot zsinórjába akadt egy tengeri hínál, de ahogy buta mondaná, ez egy kínai saláta. Warren továbbra is rendületlenül vetette be a frissen csalizott botokat. Majd mikor épp próbáltam felvenni egy nagy hullámot, ami a partra tör, egyszer csak bátyámnak kapása lett. Tartsatok, jó? Nem tudom. Megy, fut a zsinór most. Bátyám úgy érezte, mintha az eddig kifogott összecápa ereje egyesült volna ebben a cápában. Mert játszik könnyedséggel, és megállíthatatlanul húzott le 200 méter zsinort. Az első kirohanásával. Bronzcápa. Uta, miből tudod, hogy ez bronzcápa? Minden foltos cápa. Igen. Ez majdnem egy nation gyere. Aha. Volt pici jobbra, pici balra. De ő, ez volt 50 méter balra, meg 10 másperc, ez viszi el. 50 jobbra. Aha, értek, ez egy nagyon gyorsan cikcakkozik ide-oda. Gyors cápa. Még mindig viszi, Tomi. Nem bírok vele semmit csinálni. Nem, nem, az azért, mert ez nagy cápa. No. Benned is van még erő, Zoltán? Nem fáradtál-e? Derekam, de bírja. A derék az amúgy ez nagyon fáradt. Nézd meg, hogy húzza még mindig. Azt a mindenit. Azt a mindenit. Csak úgy viszik. Ha. Ez már szebb hal lesz. Öröm volt nézni, ahogy bátyám életében először tényleg minden erejével küzd egy hallal. Erős bácsi. Ja, Zoltán bácsi, erős bácsi. Nagyon jó bírja. Folyamatosan húzza és húzza és húzza. Szerinted mekkora lehet? Satszoljál, mert van. 60-70. 60-70 kilós? Igen. Zoltán kám, bírod még? Ja, most megint visszavisz, hogy 30-40 méter zsinór. Azt mondta Buta, hogy olyan 60-70 kilóra satszolja, de hát nem láttuk még, úgyhogy nem tudjuk. Ez az, küzdjél, kemény legyél, Zoltán. Ez csak háromszor akkora lesz, mint amit eddig fogtunk. Ekkor még nem sejthettük, hogy a hosszú és kimerítő fárasztás milyen sokáig fog tartani. És az sem, hogy mindkettőnk erejét próbára teszi majd. Azt a mindenit, hogy viszi. Zoltán visszaúszik oda, ahol elindult. Rohadjon meg! Hát ki van a derekon? Gyerünk, Zoltán, ezt ki kell bírjad. Muszáj lesz kifogjad. Fia, kész vagyok. Gyerünk. Végre megakasztottál egy szép nagy halat. Azt a mindenit. Most visszament, ahol volt eddig. Kezdheti előről. Én szurkolok neki, hogy legyen egy 100 kilós. Ne legyen. Mert az egy álomhatár a 100 kiló. Az már harcsába is hatalmas ez nagy. Ez az óceán, nem egy hajlusta harcsa. Ebben teljes mértékben igaza volt. Na, Zoltán kám, bírod még? Nem sokáig. Cserélgeted a kezedet. Derekam fáj, nem a kezem. Derekad fáj? És mivel bátyám dereka a fárasztás közben teljesen kikészült, nem, mert nem fogom bírni. Fáj a derek. Oké. Ezért ideje volt segítenem. Ja. Segítenem kell? Nem, egy picit. Tényleg? Nem elég, ha fogom kézzel? Nem. Elfáradtál? Még bírnám, de azért szenvedj te is egy kicsit. Most komolyan? Na, az is. Oké. Elég út. Bátyám kifingott. Látod, nem erős ember, nem bírja. Hadani. Nagyon komoly. Olyan, mintha egy hajót akarnék vontatni. Jó voltál, Zoltán, de hamar elfáradtál. Majd meglátjuk, Tomi.
Ha beledöglök, akkor is kivesz. Hát mert már kifárasztott. Ja, igen, úgy néz ki. Ugyanott van, ahol elkezdted. Önbizalomtól duzzadva kezdtem bele a fárasztásba. De hamar rá kellett jönnöm, hogy alábecsültem a megakasztott cápa erejét. Lehetett már vagy 5 perc, de ez még mindig ugyanott van bent, ez nem akar kijebb jönni. Hiába tekerem ki, visszamegy. Oda még most is viszi és viszi. És nem lehet jobban odahúzni az orsónak, mert akkor félő, hogy elszakad a zsinór. De olyan, mint hogy egy hajót akarna az ember kivontatni kézzel. Poénból bátyám is mögém állt egy pillanatra, ami után majdnem elveszítettem az egyensúlyomat. Jaj, rád tartottam. Nem akar elfáradni. Azt a vitajtaság indul. Ez azért fárasztó. Ez igen. Azt a... Bármennyire is próbáltam kifárasztani a cápát, végül a cápa győzött. Zoltánkám, gyere, már nem bírja az alkarom. Alig bírom már fogni a botot. Na mi van? Fárad az alkarom. Rakd át egy kicsit. Mutatom a kezemet. Nem tudom, mennyire látszódik. Már nem bírok fogni. Zoltánkám, mit akasztottál te meg? A küzdelem bátyámmal folytatódott tovább, de úgy tűnt, hogy a cápa nem akar elfáradni. Az autánkám? Hát még mindig csak viszi. Igen, nagyon komoly. Nem sokat sikerült még közelebb húzni a... Neked. De neked se. Hát én próbálkozok. Én is próbálkoztam. A felét csak tartottad a bot. Aha. Egyszer nem láttam, hogy pumpáltad volna. Húztam folyamatosan. De csak tartottad, nem húztad. De nem dolgozol. Dehogy nem. Látod, én húzom. Látom, nem kell előtetni, majd jön úgy is halkodik. Dehogy jön. Ezúttal tényleg igaza volt bátyámnak. Mert ezt a cápát csak úgy lehet kifogni, ha tényleg minden erőnket beleadjuk. Hosszú fárasztás következett, és miközben Warren időközönként ellenőrizte a fékerőt, bátyám nem győzte pihentetni az elfáradt kezeit, s bármennyire is próbálta közelebb húzni a cápát, az elhárított minden próbálkozást. Cseréljünk megint? Hát hogyne, cserélgessünk. Hát, na nem bírod? Erősebb, mint mi. Azóta is csak viszi. Most vegyem át? Gyere, vedd át egy kicsit, te is. Jó. De semmit nem gyengült ez a hazoltát. Ahogy fárasztod így? Lesz. Ez sokáig el fog tartani. Mi rohadt erős. Egy kocsit mondtam. Azt, ahogy megy. Hihetetlen. Hát már fél órája biztos fárasztjuk. Ismét én vettem át a fárasztást, amit nagyon élveztem. Hisz ilyen elemi erővel felvenni a küzdelmet, az rendkívüli élmény. És persze nagyon fárasztó. Azt már nem bírja a kezem. Zoltánkám, jöhetsz segíteni egy kicsit most hát, már. Hát nem bírod még egy kicsit. Adjál már, nem bírja az alkarom. De Tamás, te egy igazi horgász vagy. Én vadász vagyok. Én nekem de nem csak... vagyok olyan őserő, mint te. Én csak ezt az ujjamat szoktam használni. Vedd át, elengedem kell. Zoltán. Fogd már meg, mert nem bírja a kezem. Azt a rohadt életben. Jézus erej! Azt a mindenit! Hát ezért meg kell küzdeni. Egyedül ki se bírnánk. Egyedül nem bírnánk kivenni, már rég abban elengedtem volna a botot. Való igaz, egyedül képtelenek lettünk volna rá. Hisz már régóta nem járunk konditerembe, ezért eléggé le vagyunk gyengülve. Megint visszamegy. Hihetetlen, még itt volt a parton, 20 méter. A cápát néha sikerült közelebb húzni, de a fárasztás neheze még csak ezután jött, mert az orsó bajos hangokat kezdett kiadni. Valami kattan az orsó. És még mindig viszi, hihetetlen.
Milyen erő van benne? Benned van még erő, Zoltán? Orsóban nincs. Orsóban valami nem... Valami nem stimmel, mert akadozik. Átugrik a fogaskerék. Igen, lehet, hogy valami szétment benne, hát... Igen, nem szabad terhelni, úgy kell. Amikor nagyon laza, akkor gyorsan csak azaz. Amikor tekered, nem ez, itt valami fogaskerék átugrik. Igen, azt mondta, hogy ne erőltesd. Az orsóval valami probléma van, és nem nagyon akar már működni. Reméljük, hogy valahogy ezt ki tudjuk fogni, mert már 40 percet, sőt több mint 40 percet fárasztjuk. Jó lenne látni, hogy mi van a végén. De a cápa nem akart felbukkanni. Így nem láttunk semmi mást, csak a nagy hullámokat. Bár Buta és Warren szerint bronzcápa volt a horgon, de addig nem lehettünk biztosak benne, amíg ki nem fogjuk. Már ha ez egyáltalán megtörténik. Mert bármennyire is küzdött vele bátyám, az orsó egyre rosszabb állapotba került, amivel hamarosan én is szembesülhettem. Azt. És azzal is, hogy ez a cápa bizony nem akar elfáradni. Hát még mindig van benne erő. Már nagyjából másfél órája fárasztottuk a cápát, mikor végre először megpillanthattuk. Ott van már. Nem tudjuk mekkora, de biztos, hogy nem pici. Meg is halt az orsó szinte. Mivel az orsó már alig akart működni, ezért bátyám a partról távolodva a horgászbottal próbálta húzni a cápát, ami egyre sűrűbben mutatta meg magát a hullámok között. Az igen! Majd mikor bátyám már nagyon távol volt a parttól, Warren kihasználva egy hullámot, a monofil zsinóra kijebb húzta a cápát, amit végül Butával húzott a partra. Hú, baszki, ez cápa! Ez igazi cápa! Aszta! Hát ez igazi cápa. És még ennek sincs nagy foga. Minden nehézség ellenére végül sikerült megfognunk ezt a kapitális méretű bronzcápát. Aminek érdekessége, hogy képes elviselni a félsós vizet. Ezért a nagyobb folyók torkolatába is bemerészkedik, hogy ott vadászon a kisebb testű halakra. Cheese! Cheese! A fényképkészítés után lemértük a cápa hosszát, ami összesen 197 cm volt. Majd felkészültünk a visszaengedésre. Ja, húzd vissza te! Aha, oké. Amint Warren megadta a kellő instrukciókat, a cápát elhúztuk a hullámok széléig, ahol a legnagyobb meglepetésemre egyszer csak rám hagyták a további teendőket. Wait. Húzd meg! Mivel nem akartam a testépségemet kockáztatni, ezért a hullám majd megoldja visszaengedést választottam. Ami úgy tűnt, hogy ezúttal is működik. Na, menj már, ott van. Húszik. Bye bye. Thank you very much. De akkor igazából ez nagyjából hány kilós volt olyan? 107 és fél körüli kilogram volt a súly ennek a bronzcápának. Igen, túl pici cápának, ugye a centiméter alapján nagyjából ki lehet számolni. Azt mondják, hogy általában 90%-ban nőstény fognak, ez meg hím. Ez meg hím volt. És azért ment ennyire, mert az egy hím. Ez a nőstény, ez nagyobb. Aha. A nőstény az nagyobb, viszont a hím az meg erősebb, stronger. Igen, igen. Aha. Na minden, a lényeg az, hogy megfáradtunk. Úgyhogy köszönjük szépen Buta ezt az élményt. Nagyon szépen köszönjük. Miután a bronzcápa szépen komótosan eltávolodott a parttól, már nem maradt több erőnk a további horgászathoz. Ezért készítettünk egy közös fényképet,
Majd befejeztük a horgászatot, amivel elérkeztünk az utolsó namíbiai filmünk végéhez. Ezúttal is rengeteg élménnyel gazdagodtunk, hisz test közelből láthattunk sok ezer fókát, több száz flamingót, próbáltunk homokdeszkázni, vadoztunk a namib sivatag dűnéi között, és voltunk katamarán hajókiránduláson, ahol láttunk pelikánt és delfineket. Nagyon szép. A cápahorgászat során pedig megtapasztalhattuk azt, hogy az eredményes horgászathoz elengedhetetlen egy tapasztalt horgász jelenléte. És azt, hogy a cápák hihetetlen elemi erővel rendelkeznek, aminek fárasztása komoly próbatétel minden horgász számára, és feledhetetlen horgászélmény. S végezetül, visszatekintve a kéthetes namíbiai kirándulásunkra, úgy éreztük, hogy sikerült némi bepillantást nyernünk a varázslatos Afrikába, ahol rengeteg új dolgot láttunk, tapasztaltunk és tanultunk. És ami nem jöhetett volna létre, a kinti segítőnk Butá és az itthoni szervezőnk Sallé Tamás nélkül, akikben remek és segítőkész embereket ismerhettünk meg, s akiket bátran ajánlunk mindazok számára, akik Afrikában szeretnének horgászni, vadászni, vagy csak szeretnék felfedezni Namíbia varázslatos szépségét, amire számtalan program biztosít lehetőséget, és aminek mi is csak egy apró részét tudtuk bemutatni. Ez a vatkan a Zoltánkám, nagyon ügyes vagy. Képes megfordítani egy katamarát csak azért, mert ralszik.